You gotta be kidding me. Sorry? You're Elon Musk. I am? Jeff Bezos, az Amazon vállalat alapítója volt a világ leggazdagabb embere, legalábbis 2021. január 7-éig, amikor is valaki letaszította a trónjáról. Ez a valaki olyan vállalattal rendelkezik, amelynek tőzsdei értéke meghaladja a Facebookét. 187 milliárd dollár feletti vagyona van, és egyetlen mondata 52 milliárd dollárt ér, amivel arra is képes, hogy befagyasszon akár egy üzenetküldő alkalmazást. 2020 elején még csak a 35. helyen állt a gazdagok világranglistáján. Ha ebből és a címből nem találtátok volna ki, bizony Elon Muskról van szó. Persze Muskról hallani olyat, hogy autókat lövöldöz az űrbe, és hogy van ez a SpaceX nevű projektje, de ki is ő valójában? Mi csinál pontosan? Videónk végére ti is tisztában fogjátok látni a képet erről a zseniális pasasról. Ashley Vance, a Bloomberg újságírója, aki könyvet írt Elon Muskról, így nyilatkozott róla. Nem sokkal Steve Jobs halála után elkezdődött a globális hajsza, hogy megtalálják a következő nagy alakot, akihez az emberek kötődni tudnak. Elon ekkor emelkedett ki a tömegből kultikus figuraként. Rakétákat épített, elektromos autókat gyártott, olyanokat csinált, amit senki más. A dél-afrikai származású multimilliárdos innovátor Elon Reeve Musk a kaliforniai Stanford Egyetemen tanult 2 napig. Aztán ott hagyta, mert úgy gondolta, hogy fontosabb problémákkal szeretne foglalkozni, olyanokkal, amelyek az emberiség jövőjét befolyásolják. A már akkor 2 diplomával rendelkező mérnök első projektje a Blaster nevű játékprogram eladása volt, aminek az az érdekessége, hogy még sráckorában írta, 12 évesen. Utána még voltak projektjei, mint a Zip2, de első igazi nagy durranását akkor érte el, amikor befektetett a PayPal-ba, ami egy elektronikus pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó vállalkozás. Konkrétan van valahol a felhőben egy bankszámlád, ahova a világ bármely pontjából utalhatnak, és te is utalhatsz, illetve online tudsz fizetni vele azokon a helyeken, ahol elfogadják. Elég menő szolgáltatás lett, már biztosan találkoztatok vele. Nem hinnénk, hogy nagyon fájt volna Musk feje, amikor megvált a cégtől, hiszen az azt felvásároló eBay szépen kárpótolta a 1,5 milliárd dollárral vigasztíként. A jó kis üzlet után nem sokat ült a pénzén, amit elszórhatott volna, hanem fogta magát és megalapította a SpaceX-et, mellyel nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy forradalmasítsa az űrrepülést és könnyen elérhetővé tegye az űrutazást a társadalom nagy részének. De beszéljünk egy kicsit a SpaceX-ről, mert ez bizony megér egy kis kitekintést. Az elmúlt 20 évben a vállalat magántőkéből elkészítette az első rakétáját, ami elérte az űrt. Föld körüli pályára állított egy saját űrhajót, a NASA leszerződött velük személyszállításra is alkalmas űrhajók gyártására és más magánvállalatokkal, és az amerikai kormányzattal közösen megépítették a Starshipet, ami egy új generációs, szuper nehéz rakétarendszer. Még érdekesség ezen felül, hogy Elon Musk elindította a Starlinket, aminek segítségével a Földön bárki számára elérhetővé válik az internet szolgáltatás. Ehhez a netes projekthez azonban rengeteg műholdra van szükség, amelynek számos csillagász nem örül, mondván nehezíti a munkájukat a fényszennyezés. Egyébként, ha leszeditek a Night Sky-t vagy a Skywalk-ot a telefonotokra, megleshetitek, hogy tényleg rengeteg ilyen műhold kering a Föld körül. Bár annó más befektető előtt is nyitva állt a kapu, hogy kihozzon valami klassz dolgot az elektromos autókat építő és fejlesztő vállalatból, úgy alakult, hogy végül Elon Musk látta meg benne a fantáziát, amit aztán szépen fel is virágoztatott a vállalat elnökeként. Musk ügyesen köti össze a kellemeset a hasznossal, és próbálja megvalósítani azt az álmát, hogy az űrutazás egy szép napon olyan természetessé és technikailag könnyen megvalósíthatóvá váljon, mint hogy felülünk a vonatra, vagy elrepülünk Budapestről Párizsba. 2018-ban egy piros Tesla Roadstert lőtt az űrbe, saját űrrakétájának segítségével, aminek az a célja, hogy Mars körüli pályára álljon. A sztori elég menő, bár a benne ülő Babu Starman szkafanderbe öltöztetve már biztosan unja kicsit mostanra a végtelenítve szóló Space Oddity című David Bowie dalt. Egyébként az autó űrhajó az elmúlt hónapokban húzott el a Mars mellett, közel 3 évnyi száguldás után. Az autó sorsát még nem tudja senki, de ha minden jól megy, még 1 millió évig simán az űrben keringhet. Fontos megemlíteni még a SpaceX Crew Dragon projekt májusi eseményét, melynek köszönhetően Amerika fontos mérföldkőhöz érkezett, ugyanis már 2011 óta nem küldtek fel embert az űrbe amerikai űrhajóval. Az első turnusuk jól sikerült, az űrhajósok Tesla autóval érkeztek a kilövés helyszínére, az űrhajó
dizájnjáról már nem is beszélve. A megállapodás szerint 5 űrmissziót hajtanak majd végre a következő 1-1.5 év során. 2020 novemberében elindult a SpaceX Crew One első üzemszerű küldetése, melynek során 4 asztronautát vittek fel a nemzetközi űrállomásra, a NASA-val közösen. Ezen a sok pozitív eseményen felbuzdulva, Musk most már elérkezettnek látta az időt, hogy szépen lassan elindítsa az űrturizmust, amely biztosan nem lesz olcsó, de már most vannak rá érdeklődők, köztük Tom Cruise is. Cruise nem csak nézelődne az űrben, hanem a 200 millió dollárból készülő űrakciófilmjének jeleneteit forgatná le, ezzel pedig biztosan beírná magát a filmtörténelembe. Musk nem csak a világűrben szeretné forradalmasítani az utazást, hanem bizony a Földön is. Évekkel ezelőtt elindult egy projektje, a Hyperloop, ami a szárazföldi tömegközlekedést reformálná meg. It's cost me a Concorde, a railgun, and an air hockey table. But if they did a freeway and had a baby somehow. És hol is tart most a világ leggazdagabb embere? Az óriási vagyon a napról napra nő, amit úgy látszik remekül használ ki, és tényleg teljesíti egyetemista kori álmát, hogy az emberiség segítségére legyen különböző innovációkkal. Nem csoda hát, hogy Elon Musk szereti élvezni az életet, mi is ezt tennénk a helyében, bár ahhoz képest, hogy milyen gazdag, nem viszi túlzásba a fényűzést, sőt rengeteg millió most tanulhatna az életmódjából. Igazi klisé, de nyilvánvaló, hogy a Tesla vezérigazgatója igazi autórajongó, és az elmúlt 20 évben rengeteg autót halmozott fel a gyűjteményébe. Olyan ínyenségekről van szó, mint egy 1967-es Jaguar E-Type Roadster, melyet a valaha készült egyik legszebb autónak tartanak. De van nála egy 1908-as Ford T modell, egy McLaren F1, amit egyébként Musk totál károsra tört, és ezen kívül még van egy, a James Bondban is látható Lotus Espiritje. Egyébként utóbbi autó egy kétéltű tengeralattjárót is inspirált, melyet még nem valósított meg Musk. De úgy gondolja, elég menő lenne majd egyszer összehozni egy ilyet a valóságban is, Tesla hajtáslánccal és rendes szigeteléssel. Hát szempontból sem áll rosszul, bár 2020 számára az eladás éve volt, mert 2 ingatlantól is megszabadult. Bár szándékát már tavasszal kifejezte a Twitteren, azt mindenki trollkodásnak vélte. És hogy mennyiért dobta őket fel az ingatlan piacra? Az egyiket 9,5, a másikat 30 millió dollárért. Az előbbi egy kisebb ház, amit csak azért tartott fent, hogy a gyerekei magániskolába járhassanak oda, az utóbbi pedig sokáig az első számú lakhelyeként funkcionált. Az ingatlan 1500 négyzetmétert foglal el, 11 fürdőszoba és 7 hálószoba található benne. Musk persze nem maradt fedél nélkül, mert Bel Airben van 4 másik ingatlanja, ami szintén dollármilliókat ér. És ha már a kocsikat és a házakat is körbefutottuk, már csak a szerelem maradt hátra. A férfi jelenlegi párja a 32 éves Claire Ellis Bush énekes dalszerző. A Grimes művésznévre hallgató hölgyemény 2020 elején egy extrém instaképpel jelentette be, hogy babát vár a multimilliárdostól. Azóta pedig már meg is szülte első közös gyermeküket. Bár nekik ez az első közös bébiük, Elon már a 7. gyerköcnél jár az új jövevénnyel, aki XS A12 névre hallgat. A nevet állítólag a barátnője találta ki, ő a számokat rakta hozzá, mert szerinte túl sok volt a betű így egymás után. Ennyi lett volna mára, ha tetszett a videó, középre kattintva még több videót találtok, feliratkozni pedig ne felejtsetek el, ha nem szeretnétek lemaradni a következő tartalmainkról sem. Hamarosan újra találkozunk, addig is, sziasztok!